Ma délután 6 órától tüntetést szerveznek Marosvásárhelyen, amiatt, hogy a katolikus iskola ügye a mai napig rendezetlen maradt. A tüntetést az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány hirdette meg, a megszűnés határára juttatott felekezeti gimnázium védelmében. A múlt héten bizonyossá vált, hogy a román állami hatóságok a gimnázium megszüntetését készítik elő. Erről Liviu Pop tanügyminiszter tájékoztatta az ügyben közben járó pápai nunciust. A Maros megyei tanfelügyelőség egy augusztus 2-án kimondott jogerős ítélet hivatalos közlésére vár, ahhoz, hogy a gimnázium feloszlatását kinyilvánítsa. Hát tanév kezdés előtt néhány nappal a katolikus gimnázium több mint 300 diákjának és tanárainak a helyzete még mindig rendezetlen. Emiatt a katolikus státus mára helyi idő szerint 18 órára hívott tüntetni minden jó akaratú embert Maros megye prefektusi hivatala elé. További részletekért a katolikus iskola szülői közösségének képviselőjét, Csíki Csengelét kérdezem most telefonon. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit! Hát ugye ez a tüntetés lényegében a szülői közösség kezdeményezésére kerül megszervezésre, de hát az egyházak, a politikum, a civil szervezet számos képviselője önök mellé áll. Ez a mai megmozdulás lényegében több hónapos kálváriának a végeredménye, több hónapos húzavona és bizonytalanság vezette és vezette önöket ehhez a lépéshez. Jelen pillanatban milyen helyzetben van az iskola és a diáksága? Azt kell tudni róla, hogy az alapítás az nincsen rendben. Mikor egy intézményt elindítunk, akkor annak van egy procedurális útja, azt végig kell járni, adminisztratív dolgokkal, meg mindennel, tanácshatározatok, tanfelügyelőségi jóváhagyások, stb. Na most ennek az iskolának az alapítási procedúrájában már alapvetően hibák vannak, innentől kezdődik egy csomó adminisztrációs hiba. Ez még nincs semmi, hanem akkor, amikor már mindez kiderült, ráadásul 2015 őszén már, hiszen az első DNA-s iratcsomó akkor születik meg, akkor sem a kiavítás fele indulnak el az alapítók és a város, hanem tovább viszik és görgetik maguk előtt ezt az egész aktacsomót, és innentől kezdődik egy felhalmozott, óriási jogi kuszaság. És az vezetett oda, hogy jelen pillanatban egyszerűen nincsen más megoldás, mint az, hogy a miniszter egy rendeletben, mint egy huszárvágással ezt a gordiuszi csomót ketté vágja. Az, amit ő szeretne, jogilag elviekben rendben van. Az arról szól, hogy az iskola diákságát besorolják egy az alapítás előtti formában létező osztályokba, ami azt jelenti, hogy bizonyos osztályrészek bekerülnek az Unirea nemzeti gimnáziumhoz, mások pedig sajnos csak egy pár osztály a Bolyai Farkas Elméleti Liceum alá, hiszen onnan jöttek az osztályok. Így van, és este... tulajdonképpen ez nem oldaná meg a szakaszkezdő osztályoknak a helyzetét, tehát azokét, akik újonnan iratkoztak be az iskolába. Tehát két külön dolog, a ciklusindító osztályok azok egy kategória, és azok, akik már itt kezdtük a tanulmányainkat ebben az iskolában, az egy másik kategória, tehát nekünk semmi közünk nem volt már azokhoz az iskolákhoz, ahonnan jöttek az alapító osztályok. Na most itt ezekkel, pont ezekkel a gyerekekkel van gond, hiszen azokat akarják betenni egy másik iskolába, amelyik iskolához ezeknek a gyerekeknek semmi közük nem volt. Értem. Tehát itt döcög, itt van döcögés ebben a jogi variánsban, viszont mégis kérünk egy megoldást. Ezt egyes-egyedül csak a miniszter tudja megtenni. Még lenne egy lehetőség, csak azt is a minisztérium kéne, és pontosabban a román kormány kellene jóvá hagyja a prefektusán keresztül, az egy tanácsi határozat, amelyik rendelkezik arról, hogy a gyerekeket hova struktúrálja át szét magyar szóval. De hát nem mutatkozik hajlandóság ennek az ügynek a megoldására. Most már nem mutatkozik hajlandóság. Akkor, amikor mutatkozott hajlandóság még a télen, kora tavasszal, akkor sajnos azok el lettek játszadozva. Sajnos nagyon későn lett beismerve az alapítók részéről, hogy hiba történt, ha korábban teszik meg, akkor még lehetett volna javítani. Mikor nagy későre beismerik, akkor már sajnos nem lehet mit csinálni. Mit szeretnének elérni a ma délutáni tüntetéssel? Egyszerűen az egyszerű
alapvető alkotmányos emberi jogok, és főleg a gyermekekre vonatkozó alkotmányos jogoknak az érvényesítését szeretnénk elérni. Röviden és velősen talán így tudnánk ezt megfogalmazni, ezért szólítottuk fel az összes politikai pártot, az egyházainkat és a civil szervezeteket, hogyha már így alakult, ha már ennyire összekuszálódott ez az egész történet, akkor most legalább a végén, ha már az elején nem tették meg, legalább a végén fogjanak össze, és mutassanak fel közös erőt, és úgy tudjunk hatni a miniszterre, a miniszterelnökre, egyáltalán a román kormányba. Én, ha most úgy kéne fogalmazok, mint egy szülő, aki nem tudom, hogy mit mondjak a gyermekeimnek, ma is rákérdeztek, hogy anyu, akkor mi hova megyünk iskolába, és nem tudtam nekik válaszolni. Elnézést. Tehát, hogyha tőlem, mint szülőtől kérdik meg, akkor egy sima, egyszerű segélykiáltás. Ez a mai tüntetés. Ehhez kérünk segítséget és támogatást. És azt mondja, hogy nem tudott válaszolni a gyerekeinek, ez azt is jelenti, hogy lát arra valamiféle lehetőséget, esélyt, hogy esetleg mégis a tanév kezdésig, ami ugye jövő hét elejéről beszélünk, valami, hogy megoldódik ez a probléma. Hogyha a miniszter úgy dönt, akkor a fiamnak nem kell unérás diáknak lennie, hanem lehet bolya is diák, egy tanév erejéig, és felszólítottuk a státus alapítványt, hogy amennyiben ez a jogi alapja megszűnik az iskolának, indítson újra egy újabb alapítást. És az egy tanév alatt ezt le lehet bonyolítani, hiszen tudják már az eljárásokat, papírok készen állnak rá. És akkor még van jövő. Csak ezt az egy tanévet valahogy húzzuk ki, valahogy ezt bírjuk ki. Úgy tudjuk, hogy bizonyos megszorításokkal tarthatják meg a mai tüntetést, amelyre több ezer résztvevőt várnak. Mit kell tudniuk azoknak, akik oda igyekeznek? A prefektus épülete, az előtte van egy kisebb tér a latinitás szobrával együtt. Na most ezen a téren lehet megállni, rendfenntartók már kint vannak és irányítják az embereket. A környező járdán lehet majd helyet foglalni, és a prefektusi épülettel szemben elvileg most úgy néz ki, hogy azt a járdarészt is majd el lehet foglalni. Erre kapott engedélyt a tüntetéshez a státus alapítvány. Meglátjuk, hogy mennyien leszünk, és ehhez képest hol tudunk majd elférni. Mi arra kérünk mindenkit, aki idejön, hogy semmiféle fajta provokációra ne reagáljon. Tehát itt a gyermekeinkről van szó, és nem másról. Mi azt is kértük az elején, hogy amennyiben lehetséges, mellőzzék a különböző zászlók megjelenését, a különböző hangoskodásokat, a transzparenseket. Most nem erről van szó. Értem. Csíki Csengere, köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra.